Tisztelt megjelentek kedves vendégek! A világnapok általában lehetőséget adnak arra, hogy koncentráltan beszéljünk arról, ami egyébként az év mindennapján foglalkoztat bennünket. Ilyenkor egy kicsit megállunk, egy kicsit odafigyelünk arra a betegségre, és talán egymásra is. A világnapnak az üzenete az összefogás. Összefogás orvosok, egészségpolitikusok, az ipar képviselői, és mindenek előtt természetesen a betegek és a betegeket képviselő civil szervezetek között. Hiszen egymás nélkül egyikünk sem képes eredményeket elérni. Csak együtt, összefogással és megértéssel. És ehhez kapcsolódik a másik üzenet, a kommunikációnak a fontossága. Kommunikáció, úgy beszélni egymással, hogy meg is értsük egymást. Beszélni érthetően a mindennapokban, az egyes betegekkel, a családtagjaikkal, de a különböző szereplőknek is, a szakmának, ahogy az előbb mondtam, a szakmapolitikusoknak, és mindazoknak, akik érintettek lehetnek abban, hogy lépésről lépésre előre jussunk, és mindig egy kicsit jobban tudjuk gyógykezelni azokat a rettegett betegségeket, amelyeket összefoglalóan daganatos betegségeknek hívunk, és ezek közül is a tüdőrák az, amelyik még mindig a legnagyobb számban érinti az embereket, és mondhatom nyugodtan úgy, hogy a legnehezebb gyógykezelni. És nagyon fontos üzenete van, ami a betegeket és az embereket érinti nagy számban, hogy felelősek legyünk a saját egészségünkért. Mert a tüdőrák nem tüdőrákkal kezdődik az élet. Amikor megszületik valaki, akkor döntően egészséges és nyitott számára az egészséges, hosszú életnek a lehetősége. De felelősek vagyunk már gyerekkorunktól kezdve azért, hogy hogyan is alakul majd az életünk. Az orvosok, az egészségügy csak az egyharmadáért felel mindannak, ami a lakosság egészségi állapotával történik. A többi az az embereken múlik. És nagyon fontos az, hogy megértsük egymást, hogy el tudjuk mondani az embereknek már az iskoláskortól kezdve mindazt, amivel az egészségesebb életmódot, ahogy az előbb hallották, képviselheti. És nagyon fontos az is, hogy őszinték legyünk egymáshoz. És ezek a rendezvények, amelyeken rendszeresen már hosszú évek óta találkozunk, ezek lehetőséget jelentenek arra, hogy őszintén beszéljünk azokról a kérdésekről, amelyek nap mint nap érintenek, ha betegek vagyunk azért, ha beteg hozzátartozónk van azért, de ha egészségesek vagyunk, akkor is felmerülnek ezek a kérdések. Az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet az országban talán egyedülálló módon rendelkezik valamennyi diagnosztikus, terápiás lehetőséggel, ami a tüdőrákos betegeknek az ellátását illeti. De ennél sokkal több az, amit szeretnénk nyújtani az embereknek. És ez a prevenció. Lehetőség van arra, hogy a dohányzás leszokás támogatásában részesüljenek azok a dohányosok, akiknek ez szándéka, reméljük minél több embernek. Tüdőrák szűrő programot vezettünk be, amely nyitott, lehetősége van bárkinek erre jelentkezni. És ami még fontosabb, hogy nem csak testi, de lelki támogatást is igyekszünk nyújtani munkatársaink, szakembereink révén azoknak az embereknek, akik erre rászorulnak. Köszönöm szépen, hogy megjelentek, és remélem, hogy a mai nap során is a feltett kérdéseikre tudunk majd válaszolni.